kinevezték az új kapitány Dárdai Pált. Meglepődtél-e, mi volt az első reakciód? Az első reakció az volt, hogy igazából örültem neki, mert ugye tisztában vagyok az ő múltjával, illetve jelenével, úgyhogy szerintem egy kimondottan jó döntést hozott ezzel a vezetőség, legalábbis én személy szerint örülök neki. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz vele együtt dolgozni, illetve fogok-e vele egyáltalán együtt dolgozni, de mindenképpen örültem neki. A kapitányváltással mennyire értesz egyet? Nézd, ez igazából nem az én dolgom eldönteni, hogy le kell-e váltani az aktuális kapitányt, vagy nem. Egy olyan gyerek vagyok, aki mindig a jövővel foglalkozik, és én tényleg bízom abban, hogy a jövőben vele és tudunk sikereket elérni, illetve ameddig ugye a kapitány. Úgyhogy nem is nagyon szeretnék a múlttal foglalkozni. Most ez egy más kérdés, hogy ugye kinek szavazott bizalmat, az a fontos szerintem, hogy azért ő tisztában van azzal a mentalitással, ebben a világban él, amiben ugye én is szerintem hasonlóképpen látjuk a foci körüli dolgokat, illetve azokat a dolgokat, amik ugye itt a német focit körülveszik, azok eléggé komoly színvonalon vannak így a világban, úgyhogy szerintem az én szempontomból kimondottan jó az, hogy egy olyan kapitányunk lesz, aki ugyanabban a labdarúgó kultúrában élt, illetve tapasztal dolgokat. Három mérkőzésre szól Dárdai Pál kinevezése. Mire lehet képes ő, illetve a válogatott vele? Én nem hiszem, hogy olyan nagy változást ő három meccs alatt tud produkálni. Szerintem válogatott nem mindig az a legfontosabb, hogy egy edző az aktuális mérkőzésre hogy készíti fel a játékos, illetve hogy kiket nevez a csapatba, illetve kiket hív meg. Nyilván neki van olyan tapasztalata a labdarúgó múltjából, hogy megélte ezeket a megélte is rengeteg válogatott meccset, rengeteg Bundesliga meccset, amiből szerintem sokat át fog tudni adni a csapatnak. Úgyhogy, ahogy olvastam az interjúát, ugye ő is azt mondta, hogy ugye a keretnél kellene megváltoztatni a magyar labdarúgást, én szerintem ezt három meccs alatt nem fogja tudni véghez vinni, de mondom, ezeket a tapasztalatait, illetve a játék szemléletét át fogja tudni a csapatnak, el biztos.